Szabolcs-Szatmár-Bereg megye köznevelési intézményeinek vezetői, szaktanácsadók és szakértők vettek részt azon a konferencián, amelyet az Oktatási Hivatal és az EMI köznevelésért felelős államtitkárság szervezett Nyíregyházán. Az országos programsorozat részeként megtartott szakmai fórum célja az volt, hogy a köznevelésben oktató-nevelő munkával foglalkozó pedagógusok közvetlenül értesülhessenek az aktuális oktatáspolitikai változásokról, azok beépülésének várható hatékonyságáról és az oktatás szereplőinek erősebb bekapcsolásáról a jövőért és a gyerekek minőségi oktatásáért. A rendezvényen Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere köszöntőjében azt mondta, Nyíregyháza a köznevelés rendszerében aktívan közreműködik. A város elkötelezett az iránt, hogy Nyíregyházán minél magasabb színvonalon tanulhassanak a diákok, ez a gyermekek és a jövő érdeke. Eddig is komoly fejlesztéseket eszközöltünk az oktatásrendszerben, és jövőben is tervezünk újabbakat. Nem csak a kötelező feladatokat végezzük el, hanem úgy gondolom, hogy ezen túlmenően is jelen vagyok az iskolák életében, hiszen nyári táborozhatás, úszás támogatás, vagy éppen diákönkormányzat támogatás, a diákpolgármester, központi balagás megszerzése, tehát ezer-ezer szállal kötődünk egymáshoz, és ez kölcsönös az a viszony, hiszen az iskolák eljárnak a mi rendezvényeinkre, és jelen vannak a város kulturális, sport és egyéb életében is. A jövőért, gyermekeink oktatásáért elnevezésű konferencián Sipos Imre, az EMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára aktuális oktatási kérdésekről tájékoztatta a résztvevőket. Azt mondta, továbbra is olyan intézmény fenntartást kell biztosítani, amely az oktatási intézmények számára biztonságos működést és szakmai segítséget nyújt. Meg kell tenni azokat a szervezeti változtatásokat, amelyeket tervezünk, a döntéseket, döntési útvonalakat le kell rövidíteni, az iskolai igazgatóknak az érdekeltségét meg kell erősíteni, ezek mentén folynak a tervezések. Az államtitkár helyettes hozzátette, a minőségi oktatásban fontos, hogy az általános iskolába bekerülő gyermekeknél megerősítsék az alapkészségfejlesztést, kevesebbet, alaposabban és türelmesebben kell tanítani, és élményközpontúbbá kell tenni az iskola világát. Működik egy gyermek tanulói életutak munkacsoport, amely kiemelten foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Sipos Imre a pedagógusok minősítési eljárásáról azt mondta, a folyamat a terveknek megfelelően halad.